Isti! Sziasztok gyerekek, vezetős vlog, újra itt egy vezetős vlog. Egészen jó idő lett itt, amíg belőttem a kamerát. Látjátok, eső volt, meg úgy félig meddig még van is, meg minden ilyesmi, de pont nézegettem, amikor kijöttem a lakásból, hogy szerintem amúgy oszlatozik a felhőzet, és nem mondtam nagy hülyeséget, mert sunshine van, baby. Na! A múltkori vezetős vlogot elég sokan megnéztétek, ugye most nyilván vezetős vlog standardekkel nézve. Általában a vezetős vlogok egyébként, csak hogy nektek mondjam, hogy így, lehet, hogy ti nem nagyon néztek ezeket, de stb. Ilyen 30-40 ezeres nézettséget szoktak elérni. A múltkori ez ment egy 50 ezeret, aminek nagyon köszönöm, nagyon örülök neki. És tök jó egyébként látni, hogy ez a sorozat, ami a legrégebb óta jelen van a csatornán, ez még mindig releváns valamilyen szinten. És nagyon jó párbeszédeket szoktatok folytatni, amikor ezek a videók létrejönnek a komment szekcióba, úgyhogy én nagyon örülök, és tartjátok meg a jó szokásatokat előre is. Én pedig ezeket nagyon szeretem csinálni, ezeket a videókat, megmondom őszintén, mert itt lehet beszélni igazából mindenféle komolyabb témáról is akár, illetve bármilyen témáról, lehet teljesen lájtosakról is. Most egyébként hoztam egy témát. Ezt is írjátok meg kommentben, hogy tetszik-e nektek az, hogy hozok témákat, mert régebben voltak olyan vezetős dolgok, hogy úgy visszanéztem, hogy igazából a lószarról se szól, de úgy azért valami van, tehát hogy ilyen fura jellegű a történet. Úgy voltam valami picit, most már kéne kezdeni ezen variálni, úgyhogy ez történt. Meg szóval mindenképp írjátok meg kommentbe, basszus, rendesen süt a nap, tök jó. Na, én ma arra gondoltam, hogy beszélgetnék egy kicsit nektek a cyberbullying témakörről. Nagyjából annak mondom, aki nem tudná, hogy ez micsoda, ugye gyakorlatilag kiközösítés, iskolai kiközösítés, inkább a tinédzserek, középiskolások körében jellemző történet ez, általános iskola, középiskola, viszont a cyberbullying, ugye a bullying maga az ez, én még ugye ebbe a kategóriába tartoztam régen gyerekként, illetve pont az átmeneti időszakba, majd kifejtem, mire gondolok. Viszont a cyberbullying az ugye ez egy ilyen modernebb fogalma már ennek, amikor is az már az interneten történik az zaklatás jellege, illetve a kiközösítés, gúnyolás, stb. Nagyon tág fogalom, sok minden bele tartozik, akár még az is bele tartozhat egyébként, utána olvastam direkt, hogyha mondjuk valaki fake profilt használ és fake profillal mondjuk a te személyazonosságodat veszi föl, ellopja a képedet, a nevedet, és akkor a álnevedben vagy a te nevedben létezik a közösségi oldalakon. Ez is cyberbullyingnak számít, mint mondjuk a folyamatos üzenetküldözgetés, a flémelés különböző ilyen fórumokon akár, stb. Rengeteg minden beletartozik, és nyilván azt nem kell mondanom, hogy ez egy rossz dolog, tehát ezt ne csináljatok, tehát ez annyira primitív üzenet lenne így, hogy nem igaz. Nyilvánvalóan én mindig annak vagyok a pártján, tudjátok, jobb múltkori vezetőstóban is arról volt szó, hogy én sokkal jobban szeretem azt, hogy az emberekkel együtt működni, embereknek segíteni, még akkor is, ha nem ismered, és nem azt mondom, hogy akkora segítséget várok el, vagy akkora segítséget akarok nekik átadni, hogy mit tudom, elmegyek azt, levágom a füvét, vagy valami ilyesmi, hanem nem tudom, átengedem a zebrán, vagy átengedem olyan helyen, ahol amúgy nem is lenne elsőbsége, stb. Stb. És én nem szeretek az embereknek keresztbe tenni. És nem látom értelmét annak, hogy embereknek keresztbe tenni folyamatosan. Nem tudom ebben mi a jó. Hova vezet ez? Mi lesz ebből? Semmi az ég egy világon. Egy nagy lószar. Ezért nem értem ezt a bullying témát sem. Én elmondom nektek a kis személyes vonatkozásomat ide, mert én például ebből is sok téma, vagy sok kérdés született különböző live-oknál, meg ez amikor azt mondom, hogy sokat kérdeztétek, ezt úgy képzétek, hogy 2-3 évre visszamenőleg, összességében mindig előfordult. Például ugye a közkedvelt kérdés, Isti, téged nem csesztettek-e a súlyod miatt középiskolában, és meg általános iskolában, és mert nagyjából egyébként tudni kell rólam, hogy ilyen 10 éves koromban híztam meg, egyébként, és azóta vagyok túlsúlyos, azelőtt pedig pont, hogy alultáplált voltam jóformán, olyan csontsovány voltam, hogy elképzelni nem tudnátok. Szerintem majd tök hülyén néznék, tök furán néznék ki, nem néznék ki hülyén, nyilván miért néznék ki hülyén, csak tök abszolút furcsán néznék ki, hogy ilyen csontkollekció itt ül nektek, és akkor beszél. Ez az egész meg remeg, mint a szar, elnézést kérek érte. És hát próbálkoztak vele, tehát próbálkoztak azért engem szivatni, de én, hogy mondjam, lehet, hogy ez sem a legjobb megoldás, de én megmondom őszintén, és ezzel nem akarok erre senkit sem sarkalni, én bullyinggal válaszoltam a bullyingra, hogy engem elkezdtek csesztetni, akkor én visszacsesztettem őket. És szerintem voltam benne olyan jó, hogy így szépen el is kussoltak elég hamar.
Ugyanakkor én nem kezdtem el csesztetni random embereket csak azért, mert hogy milyenek. Tehát ilyen nem nagyon történt. Volt, hogy azért belecsúsztam egy olyan társaságba, akik csinálták ezt, és akkor ott végülis én is beleragadtam valamilyen szinten, de mindig rosszul éreztem magam miatta, meg azért gyerekek voltunk, azért kicsikét azért tényleg olyan hülyébbek voltunk, maradjunk annyiba. Szóval néha-néha előfordultak dolgok, de inkább a védelemre használtam, önvédelemre használtam ezt a dolgot, hogyha lehetett. De nyilván ma már felnőtt fejjel, és ugye itt ez inkább az a nehéz, az nehéz megszokni ebben az egész, hogy megfogni ezt az egészben, ugye, hogy leginkább a fiatalokról van itt szó. Tehát nyilvánvalóan fiatalabbak, butusabbak, stb. Nem értik, nem érzik meg át azt, hogy milyen lelki traumákat okozhatnak egy-egy embernek egy-egy ilyen bullyinggal. Akarok itt például arra menni, hogy például simán a jellem fejlődését lehet befolyásolni egy embernek azzal, hogyha csesztetjük. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ilyen rendesen gyerekkori traumaként meg tud ragadni, és utána akkor egész életében hurcolhatja azokat a sebeket, amiket akkor szerzett, és akkor különböző pszichológiai per pszichiátriai kezelések során ezeket így felszíre tudják hozni. Nekem is van ilyen, de hát én szerencsésnek mondhatom magam, én nem a bullyingból szereztem ezeket a sebeket, hanem egy ilyen kisebb trauma kapcsán, ebben nem is megyek bele, mert nem tartozik ide. Szóval próbálkoztak engem is azért így kiközösítgetni, nyilván jöttek ezzel, dagadt kisköcsök, dagadt vagy, mit tudom én, hú, mennyit megzabáltál mindent, mit tudom én. És én igazából, hogy ponton túl így azonosultam ezzel a dologgal, hogy igen, megzabáltam, ja. Na, dagad, dagad vagyok, kész, és ennyi. És hogyha így azonosulni tudsz azzal, amivel téged amúgy éppen abban a pillanatban csesztetnek, de és mindig ezt szoktam mondani, próbáld ki, ez fárjál, megalkotom az új fogalmat, öcsém, self-bullying. Önmagadat, érted? Én, tehát, és ez az önismeretnek egy ilyen alapformája, és szerintem egy tök jó önvédelmi mechanizmus. Én bekerültem középiskolába, rettegtem, srácok, általánosból középiskolába. Új közösség, új emberek, mit fognak hozzám szólni, nem fognak elfogadni, nem ismerek senkit. Nagyon rossz volt. És amikor volt egy nagyszájú srác egyébként, szavazta ki. Emlékszem még arra, amikor az első osztályfőnök jóra után így kimentek a lányok megnézni az öltözőjüket, megmutatta nekik a tanár, hogy mi van, hogy van, egyből megkérdezted azt a bizonyos dolgot, hogy na jó, akkor ki tetszik nektek, nyilván nem így kérdezte meg, de nem akarom mi máshogy mondani, hogy hogyan kérdezte meg, és egyből lelazult minden lánc egyébként, minden rólam, egyből tök jól lehetett beszélgetni, megtört a jég, nagyon jó volt, de ez nekem sose felejtem el, ez egy ilyen olyan vízválasztó élmény volt, hogy nem igaz. És én mindig, nem is az, hogy tudatosan, de mindig figyeltem arra, hogy a poénjaim központjában, főleg, hogyha egy új társaságban vagyok, én legyek. Tehát hívjam fel a figyelmet arra, hogy velem mi van. Hogy igen, én vagyok a dagadt csávó, és amúgy tudok róla, mert amúgy nagyon sokszor szerintem a bullying az, tehát hogy mondjam, általában, hogy valaki kövér, vagy valamilyen, mit tudom én, külsőségi problémája van, ott rontja el, onnan nem is jöhetnének, nem tudom, miért néztem oda, biztonság kedvéért. Amúgy nézzetek be, jó? Tehát, hogyha nem lehet jönni onnan hivatalosan, akkor is jöhetnek. Ezt így jegyezzétek meg, jó? Tehát cifra dolgok tudnak történni. Tehát, hogy ott rontják el a legtöbben egyébként szerintem, akik így, nem is azt tudom, hogy nincsen önbizalmuk, mert önbizalmam az nekem is, de javul csak ott a helyzet, de mindig is önbizalom hiányos ember voltam, hogy próbálják minden áron leplezni, és kétségbe esetten leplezni a dolgokat. Kétségbe esetten, hogy jaj, nem vagyok kövér, úgy öltözködni, mit tudom én, a nagy lószat, de az vagyok, kész, ennyi. És vagy most ezt bármire értsétek. És nagyon jó dolog tud lenni, hogyha így lazán tudod ezt kezelni. Tudom, ez tinédzser korban, meg nem mindenkire illeszkedik ez rá, ez személyiség kérdése. Csak mondom nektek, hogyha valamivel, mit tudom én, cseszegetnek, vagy ilyesmi, akkor próbáld meg azt úgy embrace the meme, tehát hogy nem tudom, azonosulni vele. Tudom ezt, fiam, most ha olyan dologról van szó, amit tényleg nem is tudsz változtatni, de én tudnék változtatni egyébként a testsúlyomon, csak úgy mondom. De mondjuk mit tudom én, az orrod miatt, a homlokod miatt, ezekkel mit fogsz tudni kezdeni? Mit fogsz csinálni vele? Semmit, hát teljesen képtelenség. És persze az ő részükről degenerál dolog, hogy ezekkel szórakoznak, de hát most mit lehet ezzel kezdeni? Úgyhogy én ezt tudom javasolni, és akkor ezt akartam, hogy visszafordulok arra az időszakra, amikor engem, mert én belekerültem cyberbullyingba is elég durván, hallod, úgy ki van égve nekem itt a szemem előtt, és annyira világos itt minden, nem is látom, hogy jó, ez megy balra ez a sáv, jó. Elmegyünk, mert a kamera se szereti szerintem.
És akkor bekerültem a cyberbullyingba is egyébként, mert ugye én 2008 óta csinálgatom a videókat, azt azért érdemes tudni. Én MyVip-re kezdtem el videókat csinálni, így az ismerőségnek, aztán szép lassan mentem át a YouTube-ra, és a YouTube videózásaim során, ma is még fenn van az a videó, hogy felraktam újra azt a videót, azt a jelzős videót, amikor csináltam egy ilyen rapper paródiát 2008-ban, 17 éves voltam, keményen, és nyilvánvalóan egy ilyen, egy paródia volt, tehát túl volt tolva a karakter. Én nagyon imádtam megcsinálni ezt a videót, én mai napig szeretek ránézni arra a videóra egyébként, szerintem totálisan lejön arra, hogy amúgy hogy ez egy ilyen karakter paródia akar lenni. És a napiszar.com ezt így kitette. Akkoriban a napiszar.com volt gyakorlatilag szerintem a cyberbullyingnak így az első számú ilyen zászlós hajója. Tehát, hogy ők voltak azok, akik így bum, így mentek előre ezzel kapcsolatban, és hogyha oda kikerültél, akkor, akkor utána az az érdekes, hogy a cyberbullying ugye beindult ott, de még nem volt olyan erős, nem volt közösségi média, stb. Így utána kialakult a bullying magában az iskolában. Tehát, hogy ez átment online-ról offline-ra. És nem tudom most, hogy működik valójában, hogy most online történik, és akkor offline is átmegy, vannak ennek a hatásai, de ez akkoriban ez így működött. És nekem az volt a mázlim, hogy én nagyon utána elég hamar letöröltem mindenemet az internetről, MSN-t, Ivivet, minden szart letöröltem. E-mail, tényleg mindent, és elég hamar így lepattantam erről a dologról. Akkoriban még nem nézte a középiskola, szerencsére az napiszar.com-ot, nem volt még annyira képben. Utána viszont volt srác, akit amúgy szétcsesztettek emiatt, mert már később, akkor már népszerű volt a napiszar.com, és kapta is az ívet brutálisan. Úgyhogy, és nem részemről, csak úgy láttam, hogy más osztályok, meg stb. Tehát, hogy így volt ennek hatása. Úgyhogy azért mondom, hogy én megjártam mindkét részét, meg hát ugye most jó, az más dolog, hogy most videósok vagyunk, meg nem tudom, és akkor kapunk sokszor olyan kommenteket, hogy cifra, nem tudom feltétlenül, egyébként azt lehet-e cyberbullyingnak nevezni, hogyha egy közszereplővel szemben csinálod ezt, szerintem simán lehet, de nyilván mindig azt szokták mondani, hogy aki tehát prostinak áll, az ne lepődjön meg, hogyha csesztetik, most próbálom tényleg nem szépen megfogalmazni a dolgaimat. És ez így van, próbálom, én is most már van, amikor, hogy olyan hangulat vagyok, azért még fel tud cseszni egy-két ilyen komment, de az ilyen abszolút bugyuta, ostoba, hülye kommenteket abszolút figyelmen kívül tudom hagyni. Szóval tényleg vagy az van, hogy próbálj meg, hogyha változtatni nem vagy képes az adott dolgon, ami miatt téged kiközösítenek, bántanak, stb., akkor próbáld meg szerintem elfogadni azt, hogy ez így van. És próbálj meg viccet, tudom, ez csak próbálok más ember fejével is gondolkozni folyamatosan, én egy empatikus ember vagyok, és próbáld meg azt tényleg, hogy elfogadni azt, hogy igen, mit tudom én, ilyen az orrom, igen, ilyen a, mit tudom én, a térdem, ilyen a homlokom, igen, pattanásos, hogy izé, tehát, hogy valami, mondjuk azon lehet, hogy pont lehet változtatni. Csak, hogy értek, mit mondok, tehát én úgy vagyok vele például, ez a kövérségem, úgy vagyok, hogy tudom, hogy lehet rajta változtatni, de igazából még jelen pillanatban sajnos lusta vagyok hozzá, és innentől kezdve így elfogadom, mert tudom, tehát kövér csávolyok, az, aha, mondj valami újat. Hát én nagyjából így fognám ezt fel, meg ez lenne a tanácsom ezzel kapcsolatban. De azt tényleg semmiképpen sem, tudom, és ez is egy könnyű mondani, semmiképpen se hagyjátok, hogy más emberek olyan sebeket ejtsenek rajtatok, érted, amik ilyen maradandó sérülések, ilyen igazi baromságokból. Tehát ez a legrosszabb dolog a világon. Tehát azon pattogni, mondjuk 30 évesen, hogy az általános középiskolában milyen lelki sebeket ejtettek, egyszerűen nem szabad hagyni. Egyszerűen el kell kerülni az embereket, tudom, hogy nem mindig lehet, de nagyon nehéz ilyenkor tanácsot adni, mert mondom, én ki tudtam ezt kerülni, hogy engem nagyon megbántsanak. Nekem ez szerencsére sikerült, de mondom, ezzel az önvédelmi rendszeremmel, ami hát így valahogy kialakult bennem. Amúgy erről már beszéltem párszor, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, mert ugye voltunk a rendőrséggel is, illetve hát nem is, a rendőrséggel közösen volt szervezve, illetve a GameStarosok szervezték, még mindegy, egy ilyen közös összefogás volt Tolna megyében, ez tavaly volt, és nagyon sok általános iskolába eljutottunk meg középiskolákba, és nagyon sok embert hallottuk, hogy így csesztetik, úgy csesztetik, az a baja, ez a baja,
nem is értem, mi öröm van abban, hogy másik embert amúgy csesztetni. Én egyszerűen nem tudom. Biztos, hogy jó móka, meg jó fun, meg vicces, meg nem tudom, de... Hát főleg ma már, amikor a lelki betegségek egyébként a csúcson vannak, így azért ez annyira nem tűnik poénosnak. Úgyhogy nagyjából ennyi. De tényleg, tényleg figyeljétek, gondoljatok mindig másik embernek a fejével, gondolkozzatok másik embernek a fejével, gondoljatok bele. A vezetésed is egyébként pluszban még ezt tudom javasolni, meg ugye nem tudok mindenben, hogy próbálj meg mindig a másik fejével gondolkozni. Hogy ő most mire gondolhat. És hogyha ezt elsajátítod, akkor tudni fogod azt is egyébként, hogy mit tudom, bekerülsz mondjuk egy új osztályba, új közösségbe, és mondjuk mit tudom, van valami, tényleg valami külsőségi problémád, amiről te is nagyon jól tudsz, tudod jól, hogy mire fognak gondolni arra, hogy úristen, mi van ott az arcodon, vagy mi az ott, ami neked van, amitől te más vagy. És hogyha ezen te végig tudod gondolni, akkor utána ezeket a problémákat így ki tudod hangsúlyozni, tudsz róluk beszélni, te hozd szóba őket szerintem, és hidd el nekem, tiszteletet fogsz kivívni, ha nem is tiszteletet, de elfogadást fogsz kifacsarni az emberekből. Mert pont azért, mert a fejükkel tudtál gondolkozni, és ki tudtad mondani azt, ami bennük van, tehát még ezt most azt mondom, hogy a felnőtt közösségekben is. Sokszor, nem azt, hogy én nem látom azt, hogy az emberekben bennem azt, hogy nagyon dagadt csávó, és akkor látom a szemén, hanem hogy elmondom, hogy de így random jön szóba, tudod, hogy mit, hogy megyünk enni? Megkérdezi mondjuk, hogy elmegyünk valahova ebédelni? És mondom, hát persze, hát nézd rám, hogy ne mennénk? És olyan őszinte mosoly, meg egy ilyen probléma kiengedés láttuk az embereken, hogy pff, egy ilyet csinálnak, meg nevetnek egyet. Hogy tudom jó, hogy tudják, tudom jó, hogy látják, hogy már gondolkoztak, egy pillanatot nem akarnak rajta gondolkozni, de a gondolataidat nem tudod befolyásolni sok esetben. Tehát egyszerűen így megfordul a fejedben, hogy ja, ez a csávó dagad például. És hogyha ezt így szóba hozod, tényleg beszélsz róla, nyilvánosságra hozod, akkor már is egy ilyen lazább hangulat lesz urrá köztetek, és nem lesz feszültség egy minimális szinten sem. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg próbáljátok meg humorosra fogni a dolgot. Tudom, hogy... És mondom most meg, harmadszorra mondom el, tudom, hogy van olyan ember, aki ezt nem tudja humorosra fogni. Aki ezt nem tudja viccre venni, vagy víztárgyába venni, de nézzétek meg mondjuk az összes TED beszédet, ahol mondjuk, nem tudom, van is egy olyan, hogy magyar egyébként, hogy egy ilyen ázsiai, kínai lánynak a beszámolója, hogy ő aztán pláne érezte ezt a kiközösítést, meg ezt a negatív megítélést, meg hogy nem is, inkább a tudatlanságot az emberek részéről, ugye, hogy mert mi amúgy nem nagyon tudunk sokat egyébként, egy átlag ember nem nagyon tud sokat egyébként a kínai kultúráról. Én magam sem tudok túl sokat a kínai kultúráról, megmondom őszintén, innentől kezdve nem ismerjük, és hülyeségeket tudunk mondani nekik, sajnos. Tehát, hogy ezek a sztereotípiák maradnak, és a sztereotípiákat ezzel tudta ő is legyőzni, hogy beszélt róla, meg vicceskedett vele, stb. Úgyhogy én tényleg nem tudok erre jobb megoldást találni, mert lehet az, hogy bezárkózik az ember, elzárja magát a világ elől, tényleg az lesz, hogy akkor azonosul az áldozat szereppel, engem csak bántanak, mindig engem akarnak kiközösíteni, miért utál engem az egész világ, és az, srácok, az nem vezet hosszú távon semmi jóra, az a helyzet. Tehát, hogy izolálni magad az emberek elől nagyon nem jó ötlet. Mert sokkal jobb emberekkel együtt működve élni, mint teljesen elizolálni magad tőlük. Én sem vagyok egyébként, tehát nekem is van olyan, amikor semmi kedvem az emberekhez, nem akarok egyszerűen egy ember közelébe se kerülni. Vannak ilyen fél napjaim, hogy bármi csak embert ne lássak. Tehát én nem azt mondom, hogy most akkor mindenkire megmenjetek, akkor a közösségtől rettegő ember is, akkor menjen aztán, legyen a parti arc, meg a parti közepe. Csak hogy így nem tudom. Nem tudom, próbáljátok lazábban felfogni a dolgot, próbáljátok lazábban kezelni, illetve még gyorsan ezt akarom elmondani, hogy ne küldözgessetek, lányok leginkább, ne küldözgessetek képet magatokról senkinek. Jó? Tehát, hogy ne. Akármennyire kéri, de még akkor se, hogyha kapcsolatban vagy. Hányszor kell ezt elmondani? Annyi tényleg ilyen beszélgetésen voltunk, és minden a kérdezte ott, hogy szabad küldeni? Miért lenne szabad? Telefonon elküldesz valamit, megcsinálsz egy képet a telefonodon, elküldöd valahova, az eljutott oda arra a telefonra, meg amúgy az internetre is. Tehát, hogy nem?
Nem szabad. Mert oké, lehet, hogy 2 éve kapcsolatban vagy a pároddal, és szereted, megbízok egymásban. Egy pillanatra valami történjen, legyen valami gebasz, és utána simán benne vagy, kihasználja, felhasználja ellened, feltölti bárhova, elküldi bárkinek, ne. De főleg ismeretlenül ne. Senkinek, ha videós az ember, ha streamer, senkinek ne küldjetek el pucér képet magatokról. És akik meg ilyen helyzet vannak, ne kérjenek pucér képet másokról. Minek? Hogyha párkapcsolatban vagy, meg pláne minek? Tehát mi a szarnak? Hazajön, ott van az ágy, ott a hálószoba, ott a privát szféra. Ott csináljátok, amit csinálnatok kell. Miért kell képet különzgetni? Na, ezt sem értem, srácok. Ezt egyszerűen nem értem meg ezt a dolgot. És most nem arra gondolok, egy olyan képet küldeni, mondjuk így mosolyogsz, és akkor lefotózod magad. Hanem pucérképet, meg olyan képet, ami kompromittáló lehet. Mert akkor abból nem lesz semmi probléma a későbbiekben. Abból nem lesz videót se, semmi hangot se. Tehát ne, nem kell, fölösleges. Mert ez is egyébként szerintem egy vezető probléma tud lenni. Olyannal zsarolnak embereket meg, hogy na akkor kiteszem ezt a képet, hogyha nem teszed azt, amit én kérek, vagy kifogom, vagy amúgy csak úgy fogja azt poénból kiteszni, vagy elküldözgeti haverjainak. Meg azt is gondoljátok meg, hogy mit írtok le amúgy például Messengeren. Egy probléma nélkül egy screenshot sem eddig nem tart, főleg most már egy telefonon, tik-tis, kész, már megy és küldi tovább. Ennyi. Ennyi. Tehát, hogy tényleg meg kell gondolni folyamatosan, ez a közösségi lét is olyan dolog, hogy sokan lazán veszik, de át kell gondolni. Én pont a közelmúltban kerültem bele egy nagyon kellemetlen szituációba, amikor is túl sokat dumáltam egyébként. Túl sokat dumáltam, nem megyek bele, hogy miről van szó, és vissza is ütött a dolog. Úgyhogy nagyon, a saját példámból tanulva mondom, és nagyon, tényleg nagyon kellemetlen volt, a saját példámból tanulva mondom nektek, hogy nagyon gondoljátok át, hogy kinek mit írtok le. Jó? Tényleg. Na, hát azt gondolom, ezt a cyberbullying témát igyekeztem körbejárni, próbáltam valamiféle megoldást találni, mert olyan jó beszélgetni dolgokról, de utána nem javasolni semmiféle megoldást a problémára, aztán elfecsérelt időnek tartom. Én nektek próbáltam átadni, hogy én hogy éltem túl ezt az egészet, de mondom, nekem ez könnyű volt, mert én abból képes vagyok így felfogni a dolgot. Tehát, hogy én képes vagyok nevetni a saját hülyeségemen, képes vagyok magamat úgy látni, hogy jó, hát ez vagyok én, nem egy tökéletes ember, bőven nem, de viszont vannak XY pozitív tulajdonságaim, azokat kell bevetni, mibe vagyok jó, humor, oké, akkor humorra le lehet ütni a dolgokat, és humorral baromi sok mindent meg lehet oldani, srácok. Elképzelni nem tudjátok, hogy mennyi mindent el lehet ütni, és mennyi mindent el lehet érni a humorral. Nem tudjátok elképzelni. Úgyhogy most, és tudom, ez most egy olyan megoldás, akkor legyél humoros, jó? Parancsolj! Tehát, hogy én értem, csak próbálok tényleg mondani, hogy én nekem az hogy vált be, és hogy működött. De mondom, még hogyha nem is humorral ütöd el, és még egy komolyabb ember vagy, akkor is, hogyha cseszegetnek, akkor hosszóba beszélj róla. Hogyha csesztett téged az adott ember, akkor kezd már el vele beszélgetni. Figyelj már, amúgy ez miért jó? Meg miért kell engem? Most mi bajod van? Tehát, hogy próbálj meg nyugodtan rávilágítani arra, hogy most mi a franc bajod van, mit kell ezt cseszegetni, mi a izé, tehát, hogy nem tudom. Tehát, hogy érdemes ezeket valahogy megoldani, mert különben tényleg az van, hogy az egész életedben ott lesz rajtad ez a probléma, és kellemetlen lesz. Na jó van, srácok, remélem, hogy élveztétek ezt a vezetős vlogot. Tudom, hogy egy síkú megoldás, próbálok én is mindig kitálni valamit, hogy nektek valamit átadjak, vagy próbáljak segíteni dolgokban. De egy ilyen univerzális problémát adni erre ezekre a kérdésekre nem egyszerű dolog, mert nem vagyok pszichológus sem, nem ez a szakmám. Én csak próbálom tényleg úgy elmondani, ahogy én átéltem a dolgokat. Jó? Úgyhogy fel a feje, hogyha bármiféle ilyesmi van, próbáljátok megbeszélni, próbáld meg elütni valami poénnal esetleg, próbáld meg kidumálni magad belőle. És nagyjából ennyi. Jó? Tehát, hogy illetve a másik félnek mondom, ne cseszegessetek senkit, könyörgöm. Tehát, hogy ne. Aki másokat akar cseszegetni, az inkább cseszegesse saját magát, és csinálja azt, amit én csak a self-bullyingot. Kész. Ez a legjobb bullying, hogyha mindenképpen valaki akarsz közösíteni, közösíts ki magad. Ha valakiből nevetség tárgyává akarsz tenni bárkit, akkor tedd magadat nevetség tárgyává. Mert akkor te magadat nem fogsz megsértődni, viszont mégis elütöttél ilyen edgy poénokat magaddal kapcsolatban. Kész. És még zárszóként, ezt már elmondtam többször, de elmondom itt is, hogy esetleg újak hallgat, néznék ezt a videót.
Egyetemen voltam már a BKF-en, és egy jó telített étkezőben ültem, leültem egy székre, nagyon szar székek voltak egyébként az én vendségemre szóljon, tényleg egyébként, nagyon kellemetlen ilyen gagyi, egy labból álló ilyen székek voltak. Leültem, nem ismertem kb. Senkit, tényleg nem voltam golyatáborban semmi, az első évben volt. Leültem oda az én este ilyen, vagy délután 6 fele volt, mert későn volt óra. Leültem, hátradőltem, abban a pillanatban kirecsent a szék mögülem a háttámlája, kész, elterültem, seggem kirógott, minden, és elterültem a földön. Az egész étkező egy hangon kezdett el röhögni. Tényleg, nagyon sok kigyúrt, helyes csávó, nagyon sok vonzó, már-már ilyen modell alkatú csaj, stb. Mit tudom én, formák, fölálltam, leporoltam magam, és meghajoltam. És még jobban nevettek, és ezzel nem tudod jobban magadat, nem tudod jobban elütni a szituációt. A humor megint ott olyan jó fegyverem volt. Most gondoljuk, hogy milyen kelletlen van, hogy fölállok, és akkor csöndben ott leülök, így körmézek, ilyen kielemetlenül, és akkor így bele a könyvbe, amit éppen, vagy bele a telefonomba elkezdem ott nyomkodni. Mi se történt volna, próbálom elütni a dolgot. Ilyenkor egyszerűen el kell fogadni a helyzetet, igen, elestem, meghajolni mosolyogva, és kész. Nem egyszerű, tudom, sokszor nem egyszerű, de így próbáljátok meg, próbáljátok ki, higgyétek el, baromi jó, és tényleg nem tudom megfogalmazni, nagyon jó érzés egyik abban a pillanatban, ilyen menő vagy, szerintem ez menő. Na jó, srácok, tényleg ennyit szerettem volna mondani a cyberbullyingról, illetve meg a véleményeket azzal kapcsolatban, hogy miket mondtam ebben a témában, valamint, hogy hozzak-e témákat folyamatosan a vezetősokokba. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy élveztétek, jöhet az out. Ró, remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.